ezekkel találkoztunk az elmúlt években, amelyek valamilyen módon ipari gondolás érintettséggel rendelkeznek, úgyhogy valamiféle fogalma tanácsolóknak is, pályázati jónak is van arról, mi ez a terület. Én úgy látom, hogy a negyedik ipari forradalom az valahol a technológiának a fúziója. És ez kényszerítő erővel bír a vállalati szektorra, a termelővállalatokra, kicsite és nagyobbra egyaránt. Képtelenek folyamatosan innoválni, fejleszteni a technológiájukat, és ez az újonnan létrejövő vállalati környezet, ez azt kívánja, hogy a vállalatnál dolgozó munkavállalók is fel legyenek vértezve új típusú kompetenciákkal, amely segíti az ő munkavégzésüket ebben az új, megváltozott környezetben. Az MTA Staki készítette egy, nem egy valószínűleg több kutatást is a témában. Ez egyik a belolvasva, csak egy számolatot emelnék ki, hogy hol tartna Magyarország. Erre a kérdésre közel 200 vállalat válaszolt, hogy mennyire érzik fontosnak a versenyképességük szempontjából az ipar 4.0 alkalmazását. És 70% volt azoknak az arányok, akik azt mondták, hogy rendkívül fontosnak tartják. Arra a kérdésre viszont csak kevesebb, mint a felül válaszolt igennel, hogy a működés során keletkezett adatokat értelmezik. Tehát nyilván gyűjtik, de hogy ezt tovább feldolgozzák el, hogy értelmezik-e, arra kevesebb, mint a felül válaszolt igennel. Mit jelent tehát az ipar 4.0 a fejlesztési szükségletek szempontjából? Itt tehát a fejlesztéspolitika annak érdekében, hogy a vállalatokat segítse a helyi ipari forradalom kihívásainak való megfelelésben. Erről fogok, inkább mondom, hogy megpróbálok egy pár pályázati konstrukció bemutatásán keresztül egy ablakot nyitni, bemutatni azt, hogy mi hogy látjuk, milyen típusú fejlesztésekkel lehet elérni azt, hogy felkészülté váljanak a hazai KKV-k és nagyvállalatok is egyben ezekre a kihívásokra. Nyilván az időkeret nem teszi lehetővé, hogy akár csak horizontálisan, pláne nem vertikálisan teljes körű képet adhassak önöknek, nem 20 perc lenne elég, hanem valószínűleg kellene rá egy egész nap, vagy egy egész konferencia. Ilyen pillanatképeket fogok mutatni, nézzék el nekem, hogy szakmaiságot szinte teljesen mellőzve beszélek majd pályázati konstrukciókról, de én a mai előadásomat annak szántam, hogy megmutassam a kapcsolódási pontokat, illetve felhívjam a figyelmüket azokra az eszközökre, amiket a pályázatoknak nevezhetnek kell és érdemes használni a vállalkozás fejlesztési folyamatban. Hát olyan témákkal foglalkozunk, akik látom itt a kivetített témakörökkel. Ha szeretnénk fejleszteni a technológiánkat, és egy ura a pályázatcsoportnak a nevem, azt kértük oda, hogy ez a hivatalos még kapacitás bővítő pályázatok, én nem csak mennyiségi fejlesztésre gondolok, hanem természetesen minőségi fejlesztés, és akkor a legkézenfekvőbb eszköz általában ezek közül a pályázatok közül válogatni egyet. Az is látható, hogy mindenféle méretű vállalat megtalálja a számára megfelelő pályázat méretet. Lehet pályázni már akár 10 millió forintos projekt mérettel, ahol a támogatásnak a 50%-os mértékéből fakad, hogy már meg lehet tudni a minimális 5 milliós küszöböt, de akár 1 milliárd forintos vagy a fölötti projektekkel is lehetett támogatást rendelni. A kapacitás bővítés pályázatok azok jellemzően komplex pályázatok, tehát eszközbeszerzés, informatika, építés, esetleg energetika lehet a támogatható tevékenység, illetve ehhez kapcsolódnak az elszámolható költségek. És még itt egy pár szót mondani a harmadikról, a kombinált kapacitásbővítő pályázatról. Ugye 2014-20-as időszakban előtérbe kerültek a visszatérítendő támogatások. Ezeket önállóan is lehetett igénybe venni, illetve kapcsolva, összekapcsolva visszatérítendő támogatással. A NIOP 1-2-3-as pályázat például az első ilyen hirdetők egyike volt. A visszatérítendőnek a támogatási intenzitása idézőben csak 30%-os volt, viszont 10% legalább elegendő volt, a fennmaradó részt egy minden tekintetben kedvező feltétellel bíró hitel biztosította. Talán egy tekintetben nem olyan kedvező ez az elérésnek a gyorsasága, tehát aki nagyon gyorsan szeretne pénzt szerződni, ott esetleg meg kell gondolni azt, hogy piaci kamatozású hitel gyorsabb vagy jobban kielégíti
a szükségleteket. Ezek a pályázatok jelenleg egyébként zárva vannak, csináltam egy kis statisztikát a keretekről, a baloldali, hogyha nem lenne jól olvasható, a legső képet az a keretösszeg, a középső a igényelt támogatás, a jobboldali osztok pedig a megítélt. Lehet látni, hogy túligénylés volt mindegyik konstrukciónál 2016-17-ben, ki is osztották a keretösszeget. A jobboldali, a komplex, a kombinált kapacitásbővítő, annak az értékelése folyamatos, ott is várhatóan el fog fogni a keretösszeg. A másik kézenfekvő eszköz az informatika. Az informatika nagyon szorosan összekapcsolódik az automatizáláshoz, illetve az adatfeldolgozáshoz. Az első pályázat a klasszikus üzleti informatikai rendszerek bevezetését támogatja. Ez is kombinált, is 10% önerő elegendő. Egyébként ez a pályázat jelenleg is nincs, ha jelenleg is pályázható, vagy lesz egy ilyen statisztikai diagram, hogy hol tartanában a keretösszeget. Én azt gondolom, hogy van esélye arra, hogy akár egészen év végig informatikai fejlesztésre lehet majd pályázni. A alatta lévő pályázat pedig megszokott a nagy testvére. Van egy belépési korlát, nagyobb vállalatok, nagyobb méretű vállalatok tudnak pályázni, és itt sokkal komplexebb gyártási rendszerek beszerzésére és lehetőségből. Tehát gyártás vezérő rendszerek beszerzésére ebből a pályázatból. A számipar 4.0-as kapcsolódása van még a beszámítói pályázatnak értelemszerűen. Az előttem lévő panelbeszélgetésben is szóba került az, hogy a beszállítói világ az nem korlátozódik le Magyarországra, meg Európára, hanem az már egy egész földbolyót érintő környezet, amiből mi nem tudunk kimaradni, vagy ha ki tudunk maradni, de nekünk valójában inkább alkalmazkodni kell, és meg kell felelni azoknak a kihívásoknak, amit a globalizáció és a technológia fejlődése támaszt a hazai vállalatokkal szemben. A beszállítói pályázat egy nagyon érdekes pályázat volt. Először, mielőtt nem változtatták meg a pályázati feltételeket, csak konzorciumban lehetett pályázni. Kellett egy nagyvállalat, aki az integrátorként vezette a konzorciumot, és mellé csatlakozhattak kis és középvállalatok. Itt nyilván nem csak eszközbeszerzésről lehetett szó, hanem ennek volt egy nagyon fontos tudásátadási, szervezetfejlesztési, képzési vonulata is ennek a pályázatnak. És itt lehet látni azt, igen, ezt akartam még mondani, hogy itt az elnyerhető támogatásnak az összege is nagyon jelentős volt. Egyébként aztán módosult a pályázati feltételrendszer, önállóan is pályázhattak KKV, bár itt nagyon nagyra szabták a belépési korlátot, 5 milliárdos árbevétel határt, alsó határt a pályázni kívánó vállalkozásoknak, és így már aztán nagyon gyorsan elfogyott a keretösszeg a pályázatnak, amit jól emlékszem, akkor közel 40 milliárd forint volt. Bocsánat, még visszatérnék a gazella vállalkozások támogatására. A gazellaknak hívják azokat a cégeket, amik a legnagyobb gyors növekedést tudtak felmutatni már a múltban is. Ezt tárgyakra mondják, hogy nagy növekedési potenciállal rendelkezik, a gazella meg az, aki már ugye valamit bizonyított. Itt nem volt olyan nagy a belépési korlát, mert 3 év vonatkozásában 5%-os növekedést írtak elő. Ennek a pályázatnak a keretösszege nem merült, kiválós jelenleg le van zárva, itt várható, hogy majd lesz újranyitás. Ez is egy eszközbeszerzés pályázat, csak ezt rászabták azokra a vállalatokra, akik konkrétan jelentős növekedést tudtak felmutatni. És itt is volt egy belépési korlát, itt azt mondta a pályázat írója, hogy 500 000 forintos minimális árbevétel a belépési küszöb. Volt egy olyan pályázat is, ami kifejezetten Ipari 4.0 címmel került kiírásra, az ipari digitalizációhoz kapcsolódó fejlesztéseket támogatta, ennek 5 milliárdos keretösszege volt. Ez nem volt egy nagyon nagy sikertörténet szerintem, itt érdemesen elgondolkodni a NGM-be vagy a GIMOK irányító hatóságnál, hogy ha lesz még ilyen pályázat bármikor a jövőben, akkor egy picit finom hangolni a feltételeket. Itt nem volt volna egy keretösszeg 5 milliárd forint, de mégis csak a kétharmadát sikerült kiosztani. Azért is értek egy kicsit, mert vannak ennél sokkal fontosabb témák is, például itt a képzések, ami szintén a konferenciában nagyon sokszor elhangzott, hogy milyen kihívások érik ugye a munkaerőpiacot az elmúlt 2-3 évben, nincsenek elegendő munkaerő, illetve a munkaerőnek a minősége nem megfelelő.
azon, hogy nincsen elegendő munkaerő, azon nem tudom, hogy hogyan lehetne segíteni rövid távon. Az, hogy nincs megfelelő minőségű munkaerő, azon lehet segíteni oktatással, képzéssel. Vállalati képzésekre egyébként 2012 óta nem volt forrás Magyarországon, tehát 6 évet kellett erre várni, pedig szerintem ez nem az a stratégiai jelentőségű terület. Ha egy vállalkozás szeretné fejleszteni a versenyképességét, akkor szerintem az egyik legkézenfekvőbb eszköz, hogy csak a dolgozó munkavállalóknak a kompetenciáit, felkészültségét fejlesztjük. Ezáltal nyilván ők eredményesebben hatékonyabban dolgoznak, és azt hozzá fog járulni a vállalat működésének hatékonyságának jövedelmezőségéhez. Ha ezt a képzési tevékenységet ráadásul úgy tudja végezni egy vállalat, hogy van fejlesztési forrás a projektben, akkor pedig ez ennek a hatékonysága, ennek a tevékenységnek megkérdőjelezhetetlen. Itt pedig a forrás egy nagyon-nagyon-nagyon kedvező forrás. A támogatásnak a mértéke 100%. Zárójelben mondom, de nem lényegtelen, hogy ez jelenleg is nyitva van, és a közép-magyarországi régióban pedig a holnapi nappal fog elvileg megnyílni, így nincs hozzá kitöltő program. Tehát pályázhatnak KKV-k is külön keretre, pályázhatnak nagyvállalatok is külön keretre, és ez igaz mind a konvergencia régióban, mint pedig a Budapesten és Pestben, azaz a közép-magyarországi régióban. Tehát az intenzitás 100%, és ami még nagyon kedvező, hogy nem csak a képzésnek az összes költsége számolható el, hanem a képzésben résztvevő munkavállalóknak a képzési időre jutó bruttó bére és annak a járulékai is. Tehát elképzelhető egy olyan projekt, a mi gyakorlatunkban is ez 100 fölötti projektet jelent most csak ebben a márciusi hónapban. Azt látjuk, hogy a projektek nagy részénél a képzésnek a költsége mondjuk 10 millió forint, 10 egység, a megigényelt támogatás meg 12,5 egység. Tehát ennél hatékonyabban pályázni azt gondolom nagyon régóta. Mert az, hogy valakinek ismerős a szép emlékű, a 7-13-as időszakból a szép emlékű támok program, akkor ez nagyon hasonló pályázat, mint annak idején volt a támokos vállalati képzések pályázatcsoport. Arról nem beszélve, hogy az én szívem azért is közel áll ez a pályázat, hogy itt a valódi kedvezményezett az nem a vállalat, hanem a munkavállaló. És az a tudás, amit ő megszerez, az a tudás az egész életben, az egész munkavállalói pályán keresztül fogja szolgálni az ő munkavégzését, és emeli az ő munkaerőpiaci értékét. Szoktam mondani egy statisztikát, az Eurostat jelentése szerint az élethosszú tartó tanulásban részvevő felnőttek aránya, itt a 25-64 éves korig tartó korcsoportot tekintik felnőttnek. Magyarországon ennek a csoportnak a 7,1%-a lesz rész élete során valamilyen szolgálatban a lifelong learning keretében valamilyen iskolarendszeren kívüli oktatásban 7,1%. Az Európai Unió átlaga az 10 fölött van, de mondjuk a cseheki 12, vagy most a szlovéneki 12, sőt a cseheki, meg azt hiszem az EU átlaga megegyező 10%. Tehát itt szerintem rengeteg tennivaló van még, és erre a célra, ha van itt valaki most a miniszterelnök sökkömlék, vagy az NGM-től a fújzenem, hogy érdemes lenne ennél a 35 milliárd forintnál is sokkal-sokkal többet elkülöníteni. Egyébként van egy statisztikám, a gyilkos nagyvállalati pályázatnak 18,5 milliárd forint keretösszege, itt az eddig megnyújtott pályázatok támogatási igénye 5 milliárd forint körül van, tehát ott a 25-30%-át igényelték meg. Ennek pedig van oka, megint érdemes lenne finomhangolni a pályázatot. Csak két nagyon súlyos oka van, egyet kiemelek és elmondom önöknek, hogy kizárták a pályázatból azokat a munkavállalókat, akinek a bruttó bére meghaladja jutalmakkal, pótlékokkal, 16-amikkal és bónusszal és mindennel együtt számít a bruttó átlagbére, meghaladja 405.000 forintot. Elmentünk a nagyvállalati kör szereplőjéhez, és azt mondták, hogy náluk egy pénztáros, a Decathlonban egy pénztáros is ennél többet keresett elmúlt 6 hónapban jutalommal, évvégével, mindennel átlagosan. Tehát rengeteg munkavállalót kizárt a pályázati felhívása a részvételből. Ezen érdemes lenne változtatni. A KKV-nál más a helyzet, hogy ott más a bérszint, legalábbis a hivatalos. Ott egyébként az látszik is, hogy a 13 milliárdos keretösszeg ebben meg több mint 12 milliárdos igény.
az innovációs pályázatokat sem kell megindokolni, miért emeltem bele ebbe az előadásba, csak kettőt. A kettő között a markáns különbség az, hogy a kínokos pályázat a konvergencia régióban nyújt támogatást, tehát Budapesten Pestmegyében nem pályázható, míg a KFI alapból finanszírozott KFI 1-2-es nagyon hasonló célokra, viszont kizárólag Budapesten és Pestmegyében finanszíroz projekteket, ahogy azt mondta Zsolt úr, a NKFIH elnökhelyettese is elmondta az előadásában, hogy ezeket a pénzeket, a innovációs alappénzeit igyekeznek a közép-magyarországi régióra fókuszálni, kompenzálva ezzel azt, hogy ők az Európai Uniós utalási alapok társfinanszírozott pályázataiból nem vagy nem nagyon részesülhetnek. A másik különbség az, hogy a kínokos pályázat K+R-ben ez novum, szintén kombinált, tehát a jellemzően 40-60%-os támogatási intenzitást lehet egészíteni 90%-ig, visszatérítendő támogatással, azaz 1%-os kamatozási célval. Mind a kettő pályázatok indulhatnak egyébként nagy vállalatok is. A energetika szerintem összetett módon kapcsolódik ez is az ipar 4.0-hoz, de ezt most nem térképezném föl ezt az általam véleményezett kapcsolatrendszert, hanem viszont szeretnék elmondani, hogy a vállalat működésének hatékonysága mindig függ a költséghatékonyságtól. Ezek a pályázatok pedig alapvetően az egyik nagyon fontos cél ezeknek a pályázatoknak, hogy energiát spóroljon meg a fejlesztés végrehajtó vállalat. Energiát megspórolni kettőféleképpen lehet, vagy csökkentjük a tüzelő energiafelhasználást, az energiahatékonyságot növelünk az épületeinkben, vagy pedig úgy, hogy az energiának, amit felhasználunk, egy részét megtermeljük megújuló energiaforrásra alapozva. Az első pályázat, a kínokos, ami ugye Budapest-Pestmegyén kívül, ezt nem fogom többször elmondani, elérhető, rengeteg pénz van, ami 95% a keretnek megvan, nem olyan rég írt meg, és sajnos sok pénz van benne, 50-valahány millió forint. Ez nem komplex pályázat, ez 50% visszamentésű támogatást ad. A mi kalkulációink szerint 50%-os intenzitás mellett egy energetikai projekt megtérülése is 3-4 éven belül energetikában. Ez valami elképesztően jó. A tizet mondtam volna, szerintem az sem lenne egy utálatos szám. Nyilván más egy évbeszerzés, az nem lehet 10 éves megtérülés, ez nem nagyon pozitív, de energetikában a 3-4 év az egészen kiváló. Budapesten és Pestmegyében pályázható a rekokos pályázat, ez viszont kombinált pályázat. Itt alacsonyabb az intenzitás 45%, de ez kiegészíti 45%-os, 2%-os kamatozási hitel, ami a biztos ismerik a MRP pontok hálózatán keresztül érhető el, most nem sorolom fel a ebben résztvevő pénzintézeteket, de amúgy egyébként ez egy egyablakos rendszer, tehát a pályázatot együtt kell elkészíteni. A 10%-os önerő mellett azt látjuk, hogy az adósság szolgálatot messze-messze túl teljesíti az energia megtakarításnak, felér költség megtakarításnak az összeget. Sokkal többet takarítunk meg forintban is, mint amennyi aztán a kedvezményes hitelnek az adósság szolgálata lesz évente. Néhány statisztika előbb elmondottak, hogy a baloldali osztók megint azok kedvé, akik messzülnek, nem látják az a keretösszeg, jobboldali pedig a támogatás. Az első osztok az energetika, ekkora a keret, ennyi támogatási igényben. Második osztok az informatika, ekkora támogatási igény. Ez nem a megítélt, de még vegyék le azt, ami alapértelmezetten kuka, és akkor látják azt például a K+F pályázatnál, hogy látszólag elfogyott a pénz, de a K+F pályázatok az a sajátosság, hogy akár 60%-ot is meghaladhatja a nem megfelelő megkérdésített pályázatok aránya. Tehát itt a keretösszegnek még minimum a 35-40, csak fordítva, tehát a 60-65%-a még a K+R-ben is rendelkezésre áll.